Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Zsoltárok 42.3. Jézus ezt mondja nekünk, aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Zsoltárossal együtt így imádkozunk. Nagy a te irgalmad, Uram, döntéseiddel éltess engem. Uram, hadd szálljon hozzád esedezésem, tégy értelmessé igéddel. Jusson színed elé könyörgésem, ígéreted szerint ments meg engem. Szabadításodra vágyom, Uram, törvényedben gyönyörködöm. Amen. 2022. július 10. napján, Szent Háromság ünnepe utáni 4. vasárnapunkon folytassuk Isten tiszteletünket a 261. dicsérettel. Nagy irgalomban részesedtem, én elveszett érdemtelen. Így kezdődik a 261. dicséretünk, 5 verszakból áll. Énekeljük végig ezt az éneket. Thank you.
Kedves imádságra készülő gyülekezet, csak azért hagytam magamon a maszkot, hogy jelezzem, hogy sajnos megint egy nagy hullám, fertőző hullám érkezik, és orvosaink azt kérik, hogy térjünk vissza a maszkviseléséhez. Én nem teszem most kötelezővé, nem mondom azt, hogy maradjunk otthon, és nézzük online az igehirdetést, volt már ilyen, de egymás iránti szeret, nem akarok senkit elveszíteni közülünk, és magam is szeretnék valahogy egy darabig még lábban maradni. Nem félek semmitől, tehát nem hogy mondjam, az egyetlen, amit nem igazán akarok megtartani, hogy ne öleljem meg azokat, akiket szeretek, de akkor maszkba szeretném tenni, hogy ne fertőzek meg senkit. Szóval, száz szónak is egy a vége. Most éppen kifogytunk a maszkból, de legközelebb lesz egy doboznyi maszk, és arra kérjük, hogy egymás iránti szeretetből, és önmagunk iránti védekezésből, amíg le nem vonul a hullám, viseljünk maszkot. Olyan hihetetlen, de sajnos itt tombol ez a gonosz betegség. Valószínű nem magától jelent meg, hanem valahol kinyitottak egy zsilipet. Milyen világban élünk. Imádságra készülünk. Most azért veszem le, mert nem lehet igazán beszélni maszkban, és távol is vagyunk egymástól. Szóval, egyrészt nagyon örülünk, hogy Klárika itthon van annyi idő után. Ennek tiszteletére gyújtunk is egy mécsest, hogyha tessék jönni. Az micsoda? Ma. Egy darab? Nem, tíz. Igen. Katika, tessék jönni nyugodtan. Vagy egy maszkot kért? Igen. Akkor azt hittem, hogy jön, segít nekünk angyalkodni. Mert egy valaki gyújtja, és egy valaki viszi a kosarat. Jó, akkor... Katika, jöjjön. Mike és Janet, és Mike egészségéért, ők Skóciában. Bill, egy nagyon jó pofa történet, ez egy nagy vadász, egy lelkész, most már nyugdíjba vonult, elment vadászni, és fölmászott egy fára puskájával, és ott egy picit elszúnyókált, egy jó ágat talált, és hirtelen megcserent a telefonja, és a felesége kiabált benne, hogy Bambi, fuss, mert a felesége nem annyira örül, hogy vadászott őzekre. Úgyhogy ez leesett a fáról ott. De nem okult a dologból, hanem megőrizte a fegyverét. De van egy beszélgetésben az újságban most, ezennel jelzem is, hogy az újság, a friss újság ott van hátul. Nagyon jó újság, és egyre szélesebb körben kedvelik. Én nem bánom azt, hogy vannak benne közéleti típusú és elemző írások is. Most Bokros Lajos is vállalta, hogy mindig egy összefoglalót készít bele azokról a dolgokról, amik velünk, körülöttünk történnek, és ad említsem itt azt, hogy van egy csacsi keresztény, méghozzá evangéliumi keresztény hozzáállás ezekhez a dolgokhoz, és durván 120 éve van ez, Amerikából érkezett, az amerikai republikánus irányból. Ennek egy érdekes története van, Szabó Ildikó dolgozta fel, hogy volt egy nagy evangelizációs hullám, 1 millióan tértek meg, és aki ezt végigvitte, Moody-nak hívták őt, ő úgy döntött, hogy nem fog olyan kérdéseket szóba hozni, amiből pedig nagyon meg kellene térni. És viszont ami megosztotta Amerikát, ilyen volt a rabszolgaság kérdése. Tehát az ország egyik fele rabszolgatartó volt, és nagyon keresztény, a másik fele irtózott a rabszolgaságtól, és nagyon keresztény volt, és ez megosztotta a társadalmat, és ő nem akart
ebben a kérdésben állást foglalni egészen addig, amíg élete vége fele meg nem hívták egy nagy gyülekezetbe, ahol életében először látta azt, hogy van egy nagy fal középen, mintha itt a szőnyeg helyén egy fal lenne, és a fal egyik oldalán feketék ülnek, és a másik oldalán a fehérek. És akkor kétségbe esett, és összeomlott benne valami, és ki is mondta, hogy ő valamit nagyon elrontott, de hát már késő volt. Na és azóta jön be Európába és az evangéliumi keresztények között ez a gondolat, hogy nem politizálunk, azt nevezik politizálásnak, amikor az ember kritikus általában a jobboldali kormányokkal szemben, és az nem politizálás, hogy együttműködnek velük, imádkoznak azért, hogy gonoszságaikat tovább folytathassák, és azok politizálnak, akik megszólalnak, és azt mondják, hogy meg kell térni a politikusoknak, vagy távozniuk kell, de nem olvasnak Bibliát, mert a aktuális időszerű a Bibliának az a része is, amit Ószövetségnek nevezünk, és ahol a proféták mind nem csak a belpolitikai, hanem a külpolitikai kérdésekben is megszólaltak. Na hát ennyit erről a dologról. Megjött Anna, és örülünk neki, akkor ez azt jelenti, hogy Anna jobban van. Hálát adhatunk ezért is, hogy Anna jobban van, és megkérdezzük Annát, hogy van-e szolgálati közlemény. Elmondod? Nem láttam még, de akkor most megnézem. Tessék befáradni nyugodtan. Urbán Bea is szeretettel gondol mindannyiunkra, és kéri, hogy imádkozzunk a betegekért, betegek gyógyulásáért, Annáért, és áldást kér Dénesre is. Emire a közösségünk, ami Y-nal, emire és közösségünkre, intézményeinkre. Születésnapomra, most volt a születésnapja, 2-án, és a most végzett hallgatóinkra, igen, itt volt a diploma átadó, nagyon kedvesek voltak, nem alig fértünk ide, kifolytunk egy kicsit, és születésnaposainkra, nem a sajátomra, hanem akinek most van, írja, aztán mégis korrigálva önmagát. Anna szolgálati közleménye, Ónodi Agócs Ildikó, ne felejtsünk majd egy csokit küldeni, Izis, neki is küldünk csokit, és a szeredi unoka Márton. Hát oda nem tudunk, és végtelenül fájlalom, hogy Pétert oly régen láttuk, nem tudom, valaki tud-e róla valamit, és egyszer fölhívtam, nem olyan régen, mondta, hogy majd jön, de hát változatlanul, lehet, hogy kicsit messze van. Aztán Kocsándi Dezsőné Andi írja, hogy áldott napot kíván, szeretne imád kérni most magáért. Tükrözni fognak holnap, és aggódok az eredmény miatt, és ha lehet, még a kisunokám Zaráért, hogy beszéljen, és mindenkiért, minden emberért. Köszönöm szépen, Isten áldja önöket. Ha valaki tud olyan szakembert, aki beszélni nem tudó akaró gyerekekkel tud foglalkozni, akkor azt szóljon. Csongrádi Zoli-tól Zoli áldást kér Marianra, akinek tegnap volt a születésnapja. Írjuk őt fel akkor, Csongrádi Marian, mert ezek szerint nem volt rajta a listánkon. Most más üzenet nincsen. Kérdezem, hogy van-e.
valami Ildikó tegnap kapta meg a diplomáját, a diplomások között. Tegnap előtt, így van az idő. Fú. Elhúztad megmutatni. Hát ezt meg fogjuk nézni. Én ugyan aláírtam, nem akarod, hogy más is aláírja? Én jelen. Én mindenki nevében aláírtam neki. Jó van. Maradt-e valakinek a szívébe? Igen, tessék. Grófné lesz, Grófné szerintem. És egy barátnőnek édesanyja kórházba került, ő itt Ilona, és nagyon közelkedően mondták, Ilona néni, itt a néni, aki szeretnék imádkozni, és hálát tenni a pénteki eseményét. Úgyhogy igen. Ebben a főiskoláért szeretnék kérni az egyházért és az oltalomért, és két személyért tudok, az Ábel fiam szemében a büszkeségét, amit láttam. Hát sajnálom, hogy nem tudtam elbúcsúzni tőletek, mert a Hök Eldöknek a nagymamája, nem tudom a nevét, rosszul lett. Ugye az ünnepség elején 11:30 tájban elájult, kihívták itt a mentőt rájuk, és 3 órakor jött ki a mentő. Közben volt még egy eszméletvesztés, de nem volt kocsi, állítólag Budapesten, Debrecenből szervezték a dolgot, most azt nem tudom, hogy Debrecenből jött-e az autó, de hát itt volt a Színművészeti Egyetem volt rektora, és mondta, hogy ők egyszer úgy jártak, hogy valahol Tatabánya környékén lett egy családtagjuk rosszul, ők valahol a Velencei tónál voltak, és megpróbálták onnan riasztani a mentők, és azt mondták a mentősök, hogy jobban járnak, ha elmennek a betegért, és fölhozzák Budapestre kocsijukkal a kórházba, mert nem tudják megmondani, hogy mikor tudnak érte menni. Hát ugye az ötlet már felmerült, hogy saját magunk temetjük el önmagunkat, magunkra húzzuk a földet, hát lassan tényleg itt tartunk, hogy magad uram, ha szolgáltatásod nincs, igen. De hát jobban lett a nagymama. Nem tudom sajnos a nevét, de mondjunk egy imát azért őért. És itt volt Marusz Barna Istvánnak a felesége, és ő is végig ott maradt vele. Te tudod a nevét? Nem, nem. A Belevics Petráért szeretnék imádni. Én már ülnek volna, hogy a Petra beszélet mond. Igen. Ő volt az elnök, amikor én háromszáztam, és nem tudom, hogy miért nem, de a Petráért is. Petra. Igen, ő Petra a főiskola lelkésze, és utolsó pillanatban írta, hogy nem tud jönni, úgyhogy be kellett ugranom helyette. Ő mondja mindig az áhítatot. Igen. Éva? Imádkérnék a földre is, erre a kis országban, amiben
Köszönjük szépen. Igen, Judit. Olyan szempontból, hogy nagy változások vannak. És adja Isten, hogy ez a változás valami jót hozzon. Mert minden katasztrófából akár kijöhet valami jó is minden krízisből. Legyen így. Úgy érzed, hogy változások van? Nagyon sűrűsben változások van. Akkor mondd el majd a... Tessék? Mondd el majd a kávézás közben. Most nem. De tudjuk. Vagy, hát itt nagyon komoly krízis van. Hát az Jézusból kijöhet valami jó. Nagyon jó. Igen. Így van. És az Isten szeretőknek minden jó. Ja, minden a jobbra. A rossz is. Igen. Hát azért túlzásban nem visszük, de szabadítson meg a gonosztól inkább. Üldözöttek és üldöző, annyi minden van, ugye nehéz ügy ez, amit Éva feszeget, erről is beszéljünk majd egy kicsit, mert nagyon súlyos adósságai vannak a kereszténységnek is, és igen, Krisztina. Nagyon örülök neki, hogy Kriszti mindig figyelemmel kíséri a nemzetközi eseményeket, és hát ez egy veszélyes üzem embernek lenni, és pláne a látható élvonalban azt se tudom, hogy őt miért ölték meg, de hát lehet, hogy egy őrült, lehet, hogy valami politikai indítatás, de azt hiszem már nyugdíjas volt. Igen. A barkákért. Annyi szeretetet és olyan örömöket kaptam, hogy már nem is voltam, nem tudtam megköszönni eléggé azokat a sok szívecskéket és mindent, amit kaptam. Úgyhogy köszönöm a barkáknak azt az örömet, azt a büszkeséget, vagy azt, amit okoztak nekem azzal, hogy ilyen kedvesek voltak. Köszönöm. És a nyugom ne fogják meg, úgy hallottam, hogy visszahívják. Barátunk volt, igen, és ez is érdekel, hogy őt miért hívták vissza. Jubov Nepop. Vagy Jubova, nem tudom. Igen, Agaliag. Maradt-e valami még a szívünkben, amit ha nem, akkor még egyszer megnézem azért a telefont, hogy nem jött-e valami közben. Szokott lenni, hogy valaki hirtelen. Igen, Katiért. Kint van egy csoport diákunk Izraelben, Cfatban. Ott van egy főiskola, egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés, az egy szegény vidék, és ott van a libanoni, szíriai határon. Az az érdekes, hogy erre a főiskolára Libanonból és Szíriából is járnak diákok minden nap esetleg. Jönnek reggel, este hazamennek, és szegény ortodox zsidók vannak még ott, és ami még nagyon érdekes, hogy viszont ennek ellenére az asszonyaik járhatnak ide erre a főiskolára, amely célul tűzte ki, hogy az Izraelben lévő összes vallást is megismerteti, mindenki között megpróbál
párbeszédet, békét. Tehát teljesen nekünk való társaság, és kötöttünk tavaly előtt velük egy kölcsönös megállapodás. Ennek keretében most először van kint egy csoport. Talán említettem már a mi kis szombati társaságunknak, hogy esetleg velük összefogva mennénk mi is el majd Izraelbe, mert terveztük, hogy megyünk. Szóval egy nagyon-nagyon jó dolog, gondoljunk rájuk is szeretettel, imádsággal. Igen. Anna? Igen, hálát adunk Váriért, hogy újra itt van közöttünk. Tudom, hogy valaki még volt, aki lehet, hogy a Isten tisztelet végére eszembe jut, és a záró imánál megkérem Istvánt, hogy még említse majd. Nagyon fontos dolog, nagyon fontos, nagyon szép munkát csinálnak. A vezetője a boltoni csoportnak királyi kőműves mester. És néztem ott éppen, hogy a csempézés szintezésénél hasalt a földön valami kis műszerrel, és azzal mérte be, hogy ez nem csak vízszintben, nem csak a vízszint, hanem hogy hát milyen a, tehát hogy mennyit kell alápakolni ahhoz, hogy sokszor nem egyforma csempékből rakjuk össze, hanem ami éppen van. És akkor egyik vastagabb, másik vékonyabb. De én ezt nem bánom, hanem azt gondolom, hogy ez üzenet utókornak, jelenkornak, hogy szerényen kell megoldani ezeket a dolgokat. Akkor hallgassuk meg Isten szent igéjét, mielőtt imád. Vigyünk egy kis, mi az a vödöset, a csempét. Van ott volt csempet. Hát igen. Mindenkinek említem, hogy akinek van fölösleges csempéje, bármilyen építőanyaga, az adja, mert van egy pár szükséglakás, amit kaptunk kerületektől, még nem, ugyan nem írtuk alá a megállapodást, de hogy ezek jönnek, és szeretnénk így legalább az anyagot összegyűjteni hozzá, úgyhogy mindenkinek, ha van maradt otthon akár egy négyzetméternyi maradék csempéje, akkor ilyenkor egy iparművészt megkérünk mindig, hogy papíron tervezze meg, hogy milyen színek hogyan kerüljenek egymás mellé, és akkor így nagyon szép, vannak ilyen nagyon szép terrakotta részeink, és hát volt olyan, hogy összetörtük a csempéket, és akkor ilyen darabkákból lett mozaik padló, az is jó, minden jó. Csak ez babrásabb, ha összetörj. Hát köszönjük szépen, akkor hallgassuk a szent igét. Isten szent igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, 8. rész, 18. verszaktól olvassuk. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette.
azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mindidáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökké való Isten, köszönjük neked teremtett világodat, és hogy mikor ezt elhatároztad és megvalósítottad, akkor bennünket is bele terveztél ebbe a világba. Olyan különös gondolat ez, hogy ezt a esendőséget, gyarlóságot, kiszolgáltatottságot, bűnre való készséget is te hoztad létre, és mindez a te tervedben volt azért, hogy megismerjük szereteted mélységét még jobban, aki akkor is szeretsz, akkor is hű maradsz, ha mi hűtlenkedünk, és ha mi nem hiszünk a te szeretetedben, akkor is ez mindennapos tapasztalat lehet. De vágyunk arra, hogy ez a mulandó, ahogy itt mondta, szent ige, rothadó világ felöltse magára az örökkévalót, és hogy megszabaduljunk ebből a szorításból. Te ismered a helyzetünket, és hűséggel akartunk a te igazságodban megmaradni. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket a te dicsőségedre, mert egyedül te voltál az, aki napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, így ebben a hónapban is megadtad legalább a béreknek a kifizethető részét, és köszönjük, hogy akik itt dolgoznak, azok megtapasztalhatták, hogy van értelme kitartani. Most hadd kezdjük imádságaink felsorolását Agali Agnak a kérésével, hogy áldunk és magasztalunk téged, mert méltó vagy. Erre is az érző lények boldogságáért imádkozunk együtt. Margittal, Mike-ért és Janetért, valamint Bill lelkészért és családjáért imádkozunk. Mike-ért különösen is a betegsége miatt. Hálát adunk Klárikáért, hogy itthon van Annával együtt is, és Annával imádkozunk a születésnaposokért, Ildikóért, Ízisért, és a Szeredi unokáért, Mártonért, de imádkozunk Mariannért is, akinek tegnap volt születésnapja, Zoltánnal együtt, és kérjük, hogy vedd őket körül gyógyító szereteteddel, és így Gáborért és Magdiért is imádkozunk, áld meg őket is, olyan régen láttuk, Urunk. Deával a betegek gyógyulásáért kérünk, Annáért, hálát adunk azért, hogy itt van és jobban van. Gondolunk Dénesre és Emire és közösségünkre, és Beára, akinek szintén most volt a születésnapja, hogy őt is te áld meg, és intézményeinkért és a diplomaosztóért imádkozunk. Köszönjük, hogy olyan sok kedves fiatal tudott diplomát szerezni, átvenni. Andiért imádkozunk, hogy a tükrözés legyen megfelelő, és hogy adj neki gyógyulást a betegségéből, amitől fél. És Zaráért, unokájáért is imádkozunk, hogy segíts meg őt, hogy elkezdjen beszélni. Tudjuk, hogy ez be fog következni, de azt is köszönjük, hogy mindjárt többen jelezték, hogy a korai fejlesztő központban ez lehetséges. Áld meg ezt a központot is. Zolival, Marianért adunk hálát, Ildikóval a megkapott diplomájáért, és egy fiatal párért, Flóráért és Tamásért. Róza babáért, aki még nem született meg,
de segíts meg őket, hogy ne legyen semmi baj, és gróf Andrés esküvőjére gondolunk, ami mostanában lesz, vagy volt. És imádkozunk Ilonáért, aki kórházba került, Ábelért, Ábel öröméért, ami szemében volt, mikor édesanyját itt ünnepelte, és a család támogatásáért is hálát adunk. Imádkozunk Petráért, nem tudjuk, mi az a családi probléma, ami miatt nem tudott itt lenni, a Barkákért, és Nepop nagykövet asszonyért, akit most visszahívnak, áld meg őt. Imádkozunk azért a nagymamáért, akit nem vittek el a mentők, de segíts meg őt. Évával a Met kis üzletéért, szociális boltjáért adunk hálát, és imádkozunk, hogy mi hamarabb elkezdje a munkáját. Az elszegényedett emberekre gondolunk, az országra, hogy szabadíts meg bennünket a gonosztól, és segíts talpra állnunk. Judit a krízis jó kimeneteléért ad hálát, és előre hiszi, hogy te ezt megteszed. Krisztinával Ildikóért, és Abe Shinzo volt miniszterelnökre gondolunk, akit meggyilkoltak, de vigasztalda a családját és a népet. És imádkozunk Szeremlei Katiért, Szeredi Péterért, az Izraelbe ment diákcsoportért, Annával Kláriért, Istvánnal a boltoni önkéntesekért, és mindazokért a csoportokért, akik jönnek és segítenek nekünk, hogy az intézményünk rendben szépen fölépülhessen, és szeptemberre meglegyenek a helyiségeink. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezők. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A helyünket elfoglalva a 66. dicséretet énekeljük, egyedül csak Jézus az üdvözítő. Magdi néni fordította ezt az éneket, legyen áldott az ő emléke is. Thank you.
kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Mózes első könyvének 50. részéből a 15. verstől felállva hallgassuk meg. Amint látták József bátyai, hogy az ő atyjuk meghalt, ezt mondták, hát ha gyűlölni fog minket József, és visszaadja nékünk mindazt a gonoszt, amit rajta elkövettünk. Üzenetet küldtek azért Józsefhez mondván, a te atyád megparancsolta nekünk az ő holta előtt mondván, így szóljatok Józsefhez, kérünk téged, bocsásd meg a te atyád fiainak vétkét és bűnüket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azért bocsásd meg azoknak vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják. József pedig sírt, mikor ezt mondták neki. Járultak pedig ő hozzá az ő testvérei is, és leborultak előtte, és mondták, imé, mi a te szolgáid vagyunk. József pedig mondta, ne féljetek, avagy Isten gyanánt vagyok én. Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Most annak okáért ne féljetek, eltartalak én titeket és a ti gyermekeiteket, és megvigasztalta őket, és szívükre beszélt. József pedig Egyiptomban lakozott, mind ő, mind az ő atyának házanépe, és élt József 110 esztendeig. És látta József Efraimtól harmadizen való fiait, Manasé fiának, Mákírnak, és születtek József térdén gyermekei. És mondta József az ő testvéreinek, én meghalok, de Isten bizonnyal meglátogat titeket, és felvisz titeket e földről, arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrámnak, Izsáknak és Jákobnak. És megeskedte József az Izrael fiait, mondván, mikor az Isten titeket bizonnyal meglátogat, vigyétek fel innen az én tetemeimet magatokkal. Üljünk le, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, aminek kezdete van, annak egyszer vége is van, és olyan különös gondolat, hogy ha így magunkra és szeretteinkre is gondolunk, és arra, hogy milyen öröm, amikor valaki erre a világra megérkezik, akkor meg kell említenünk, hogy Isten elrejtette előlünk, és sokáig, talán az utolsó pillanatig takargatja azt, hogy akit ide hívott ebbe az életbe, bizalommal, szeretettel azt át akarja vinni azon a kapun is, aminek halál a neve, de amire Izraelben, a temetőben az van kiírva, hogy Bét Hayim, az élet háza. És amire nálunk az van kiírva, hogy feltámadunk. Nagyjából valami hasonlót jelent a dolog. Szóval vannak kiválasztottak, akikkel az élet nehézségeit is megkóstoltatja az Úr, és akiketben bízott hit annyira, hogy meg fognak birkózni a halálnak a próbatételével is, de ebben az lehetséges, ami a Gazdag és Lázár történetében, Jézus példázatában van, hogy vitetett az angyaloktól Ábrahám kebelére a szegény ember. Az angyalok vitték, és Illést is az angyalok vitték a tüzes szekér villámgyors elsuhanásával innen. Különös szép történetek ezek, szóval nem a halál borzalmára gondolunk, hanem arra, amit olykor temetések alkalmával szoktam énekelni, egy nagyon kedves búcsúzó ének, szép evangélikus ének, amiben van ez a sor is, hogy ó, védj föl engem, s vigy az öletben az ég felé. Ég és föld között repülj velem. Igen. Tehát Isten elgondolta azt, hogy akármilyen sokáig tartott Jákob élete, vagy József élete, utána úgy gondolta, hogy hazaviszi őket,
És olyan érdekes gondolat ez, hogy jövünk az ismeretlen semmiből. Ki tudja, hogy abból az 1 és 5 millió közötti pici kis mozgó életrészecske közül Isten melyikre mutat rá, ebből lettünk mi. Édesanyánk szíve alatt, és Isten akarta, hit bennünk. Akarta azt is, hogy nagyon emberi szemmel elrontott életű emberek legyenek itt, mert valahogyan ők formálták a mi életünket is. Nem tudom, ki mondta ma reggel azt, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra van. Te mondtad, Judit? Ámen, így van, pontosan így van, hogy minden próbatétel, ami miatt zugolodunk, nyafogunk, ez valahogy Isten áldása, miértünk is, meg az egész világért. És ő várja, hogy ki az, aki nekem ebben a helyzetben segít. Nem arra teremtett minket, hogy elbújjunk a feladatok el. Az öröki valóságban nincs vírus, nincs ellenség, nincs könyv, fájdalom, egyéb, ahogy a jelenések könyve vizionálja az öröki valóságot. Ott az ember, hát hogy mondjam, ez földi szó, hogy üdül, ott egy örök ünnep, örök hajnal, örök, nem tudom én, mi van, fáradtság és gyötrelmek nélkül. Van, aki itt szeretné ezt átélni. Elhibázott gondolat. Mert itt ez a szolgálatnak a helye, terepe, amiért nem zúgolódunk, hanem aggal áldjuk és magasztaljuk az Urat, mert méltó erre, és legyen áldott azért, hogy minket arra kiválasztott, hogy itt a Földön, a szolgálatnak e terepén, a kísérletnek, az isteni kísérletnek a szereplői legyünk, és megdicsőítsük az ő nevét. Nincsen ennek az életnek más különös értelme. A nagyon depressziós, nagyon lefele hajló hangulatú könyv, a Prédikátor könyve egy ilyen gyors kis kadenciával zárul, hogy minden hiába való, gyakorlatilag nem lenne értelme, de az Urat féld és őt szolgált. Ez az ember életének az értelme. Szóval Isten leküldött ide minket, hogy gyönyörködhessen abba, hogy hogyan valósítjuk meg az ő országát, vagy próbáljuk megvalósítani a Földnek ezen a pontján. Ahogy Izrael is küszködik ezzel a küldetéssel, mert Isten azért adta azt a kicsi Földet, hogy ott az Isten országát valahogy megpróbálják megvalósítani. Egy kicsi kísérleti telep ez, és minket Isten ide küldött ezért, aztán egyszer elvisz innen bennünket, ezt mi halálnak nevezzük, ő pedig hazatérésnek. Mindenek élnek ő neki. De nem akarok ebben elmerülni igazán, mert a történetünkben nem ez, amit Jákob fiai megbeszéltek egymás között, hogy az Úrnál van a papa, annyit szenvedett, ő elment Mezopotámiába, mi többségünkben ott születtünk, az a mi szülőföldünk, de aztán fölvett minket, hazahozott atyáink országába, és ott se volt nyugta, Ézsau üldözte először, aztán mindent valahogy meg kellett oldani, a végén lett egy rettenetes gazdasági krach. Hogy mondják ezt idegen szóval? Hogy? Krízis, de nem erre gondolok, amikor ilyen gazdasági, micsoda mi van? Válság, idegen szóval, mindegy, most nem vizsgáztatlak benneteket. Recesszió. Ki mondta ezt? Ötös. Egy recesszió volt, hogy? Van még egy szó? Szóval mindegy, van recesszió, van egy ókori recesszió, és reménytelen a dolog, el kell menni az ősi földről, csak meghalni megyünk haza, mert nem tudjuk elviselni a gondolatot, hogy ne a szeretett áldott földben nyugodjanak a csontjaink, majd erre is a végén visszatérek. Szóval recesszió van, és hát mindenkit ez foglalkoztat.
kicsit egymás közt azt beszélik, hogy itt Egyiptomban se olyan jó, de van nekünk egy befolyásos rokonunk, az ország második embere a fáraó után, és ez az öcsénk József, lehet, hogy volt köztük, a testvérek közt olyan, aki azt gondolta, hogy no nézd, ezt is nekünk köszönheti, hogy most ebben a pozícióban van. De azért a történet nem ilyen kerek, mert eladták rabszolgának. Előtte megbeszélték, hogy agyonütik, és nem tudta, hogy melyik a jobb. Az, hogy életben marad rabszolgaként, vagy az, hogy agyonütik, aztán vége lesz a történetnek ott, és nem kell a szégyent átélnie. De az Úr Józseffel volt. Ez a már-már csúfondáros mondat, ott lebeg állandóan József fölött, egyre rosszabb az emberi körülmény, amíg körülveszi, még igazságtalanul meg is vádolják, egy nagyon szégyenteljes pletykalapba illő történettel, és persze, hogy megindul a sugdolózás, no nézd a kis zsidót, aki megpróbált az ura házában fényeskedni, és szemet vetett az urának a feleségére, de azért nyilván kapott Potifárné is, meg gyanítom, hogy ezért nem végeztette ki a férj Józsefet, mert hát valamit sejtett, hogy itt nem teljesen úgy történt a dolog, ahogy a felesége mondta, de éveket töltött börtönben ártatlanul. Ugye átélte azt, hogy idehoztak lopva engem, soha eszembe nem jutott volna a bátyáimmal való konfliktusaim közben, hogy én őket eladnám rabszolgának. Évekkel ezelőtt váltottunk egy pár levelet a metodista szuperintendenssel, hajdan ugye 1973 és 81 között lejátszódott ott abban az egyházban egy törés a kommunista hatalommal együttműködve az egyház lelkészkarának egyik fele leszámolt az egyház lelkészkarának másik felével, hogy nem magam is azok közé kerültem, akik hát így lapátra jutottak, és kaptunk öten a 12-ből fölfüggesztett börtönbüntetést is. Sok áldás volt ebben, és olyan tapasztalat, amit nemhogy nem bánok, hanem fájlalnám, hogyha nem lett volna meg az életem, és nem tartanék itt most, hogyha ez nem így következik be. És ez a fiatalember még nem is élt, amikor ez a történet kezdődött. Egy nagyszerű ember, nagyon szeretem őt, és nagyon, nagyon jó, hogy most ő a szuperintendens a metodista egyházban, és írt valami ilyesmit nekem, hogy ha akkor élt volna, akkor ott állt volna ő is köztünk a kispesti kis imaházunk előtt, ahol én 4,5 éven át az utcán prédikáltam, mert elvették, aztán ledózerolták azt a helyet. Az is, de érdekes és gazdag tapasztalat volt. Ezen felbátorodva írtam neki egy levelet, és azt írtam, hogy gondolja végig újra az egész velünk kapcsolatos metodista álláspontot. Soha nem vétettünk az egyház szabályai ellen, és nem törvényesen ítéltek el bennünket, és lehet, hogy akit ők elsősorban el akartak távolítani, az édesapám, bizonyos szempontból nem volt nekik rokon szenves, de gondoljon József történetére, hogy lehet, hogy az, hogy a bátyairól rossz híreket vitt, az ugyan igaz volt, de úgy emberileg nem volt kellemes. De fogadja el, hogy Józsefnek soha nem jutott volna eszébe az, hogy a bátyait meg kéne ölnie, vagy a bátyait el kéne adni rabszolgának. Ez soha nem jutott volna eszébe, sőt aztán, amikor Isten kimentette őt ebből a szorultságból, akkor azon kezdett dolgozni, hogy a bátyáinak a családja, ami az ő családja volt, amelyet szeretett, melyel kapcsolatban Isten meggyógyította az ő gondolatait is, hogy az ő sorsuk jobbra forduljon, és Isten megtartsa őket. Nem válaszolt erre a levélre, még válaszolni fog talán a következő néhány évben, amíg én itt vagyok a Földön, és akkor talán le tudunk ülni, beszélgetni egymással. De visszatérve ide, mert azért mondom ezt ilyen körülményesen, mert
Az első dolog, ami tegnap este éjjel foglalkoztatott, mikor ezzel az igével foglalkoztattam, hogy miért nem tudnak a József testvérei hinni abban, hogy József nem akar bosszút állni, hogy vannak olyan emberek, akik a politikai előnyeiket nem akarják bosszúállásra kihasználni, hogy nem a bosszú élteti őket, nem akarnak leszámolni, nem akarnak elvenni, adni akarnak. Emlékszem egy bírósági tárgyalásra, ahol kénytelen voltam az egyik kerületi polgármestert beperelni, mert azt állította, hogy milliárdos ingatlan vagyonom van nekem és a családomnak, és miután egy kutyaólam sincs, tényleg nincs, vagy egy aranyhörcsög kalickám sincsen, akkor villámgyorsan arra gondolt, hogy az egyházamnak loptam akkor a hajléktalanoknak a pénzét, és hát ezt kellett bebizonyítanom, hogy a jövőre 100 éves nyíregyházi kápolnát nem a hajléktalanoktól ellopott pénzből vásároltuk, mert ezt is beírta oda. És a bírónő megkérdezte, hogy ezt miből, mikor vettük. Mondtam, hogy nem emlékszem, hogy pengőből, vagy mi volt akkor a fizető eszköz. És hát nem emlékszem, mert körülbelül 100 éve vásároltuk azt a helyet, és az előzőek nem gondoltak arra, hogy ezt majd valamikor a 21. században számon kérik, mint lopott vagyont, amiből ők azt a kis akkor városszéli telkecskét vették, ma nagyon jó helyen van, mert a város azóta terjeszkene. Jövőre lesz száz, mindenkit meghívok most, hogy jöjjenek és ünnepeljünk együtt majd Nyíregyházán. De visszatérve ide, ebbe a szituációba, emberek, akik nem tudják elképzelni, és ezt mondtam ott a bíróságon, hogy tessék elképzelni azt, hogy van, aki önmagából indul ki a vádaskodó ember, hogy nem tudja elképzelni, hogy vannak olyanok, akiket a feladat szépsége vonz, és szeretik a hazájukat, és az nem arra való nekik, hogy abból, amit lehet, kivegyenek, megtömjék a zsebüket, és József sem a maga méltóságát építette itt, aki jól végzi a dolgát egy adott korban, annak lehet olyan szerencséje, isteni szerencséje, hogy nem kell külön azon dolgozni, hogy valaki legyen, mert tisztelni kezdik azért, amit elvégzett, és valóban elvégzett, és megtapasztalható az az áldás, amit végez. De mikor apjuk meghalt, a fivérek arra gondoltak, hogy hátha. Ez a hátha. Miért gondolkozunk mindig abban, hogy hátha az, amit Jézus Isten szeretetéről mondott, hogy úgy szerette a világot. Egyszülött fiát is adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És aki nem hisz, ahelyett Isten hisz. Miért gondoljuk, hogy hátha mégse igaz ez? Miért? Népszerűbb az az üzenet, hogy Isten a maga hatalmát arra használja fel, hogy leszámoljon velünk, számon kérjen. Tékozló fiú történetét is hiába mondja el Jézus, és hiába vitatkozik, talán szegény Nikodémussal, nem tudjuk, mi lett a sorsa, persze, hogy az egyházi hagyomány pozitív helyre teszi őt, de máig ez az, amit nem tudunk elhinni, hogy tényleg megbocsáttattak a bűneink. Tényleg nem azért, mert ki tudtuk egyenlíteni a számlát, hanem azért, mert Isten örökkévaló szeretettel szeretett. Ezt üzeni a prófétán keresztül is az ő népének. Jöhet közbe számüzetés, jöhetnek pusztító háborúk. Megtelhetnek a völgyek csontokkal, és Ezékiel mégis azt látja, hogy a csontok egyszer együvé kerülnek, az örgő csontok, és újra hús, bőr, lélek kerül a tetemekben, mert Isten akarja, mert szereti, mert megígérte, és az igazmondó Isten nem beszél mellé, nem hiteget bennünket. És Jézus is ezt mondja, hogy atyám házában sok lakóhely van, ha nem lenne, azt is megmondtam volna nektek. Miért gondolják József testvérei, hogy hátha nem igaz, ez mégse? Mikor gyógyít meg bennünket az Úr
ebből a fajta hitetlenségből, a másik nem érdekes. A filozófiai természetű kételjünk, vagy gondolatunk, mert belehelyeznénk Isten valóságát is az általunk, földi emberek által megismerhető dolgoknak a keretébe, de Isten nem keretezhető be. Ez nem lehet lexikon címszó se, nem lehet őt akár névvel, vagy bármi, ő a név. Nem lehet valamivel keretek közé szorítani. Ez nem érdekes, mert meghaladja a képességeinket, lehetőségeinket. Nem tudjuk fizikával, biológiával, kémiával, filozófiával, teológiával minden kétséget kizáróan meghatározni, hogy Isten van. Nem érdekes ez. Az az érdekes, hogy tudjuk-e hinni, hogy ő szeret. És hogy tudunk-e olyanná válni, amilyen ő, mint amilyen József volt itt ebben a helyzetben. Azért romlik össze, mert ő már rég elfelejtette a sérelmeket, amik őt érték, és lázasan azon dolgozik, hogy jó legyen a testvéreinek, és eközben azt hallja, hogy hát atyánk megparancsolta, hogy kérjünk bocsánatot még egyszer, ez már egyszer megtörtént egyébként, és akkor is sírt József, és most éppen valamit nagy boldogan szervez nekik, és jön egy levél, vagy egy üzenet, hogy kérjük szépen, hogy bocsásd meg azok vétkét, akik te atyád Istenét szolgálják, mert atyánk ezt parancsolta meg nekünk, hogy még egyszer és újra tegyük meg. Miért könyörgünk újra és újra, hogy Isten bocsássa meg vétkeinket, és miért nem kezdünk el hálát adni azért, hogy ezt megtette. Megtette. A Jézus áldozatában oda-vissza üzente az egész világnak, hogy magára húzta az embernek a vétkét. Nem kér számon semmit, az özönvíz után kijelentette, hogy jó, bánom, sajnos nem kellett volna ezt tenni, mert az ember ilyen, amilyen én teremtettem, ilyenné, most olvastuk az imádság előtti szakaszban, hogy Isten a gyarlóság alá vetette az egész világot, hogy mindeneken könyörülhessen, valami ilyesmi volt a lényege. Ez is ott van az igében. Mennyiszer kaptam ilyen szavak után azt, hogy de hallgassam el azt, hogy igenis Isten számon is kéri a dolgokat, ebben ez lehetséges, sőt, egészen biztosan úgy van, hogy az Úr a végén, mikor összegyűjti a népeket, és megméri őket, akkor végig beszéljük majd. Hogy lehetett volna másként, hogy miért volt kár mindent fölvásárolni közpénzen, mindenkitől elvenni minden jogot, mindent, hogy egy embertől függjön a takarítónőnek a sorsa, és hogy ez miért volt teljesen fölösleges és értelmetlen erre elpazarolni nem csak a saját életet, hanem mások életét is megkeseríteni. József nem így gondolkodott. József boldoggá akarta tenni a fivéreit, és azok mégis azt gondolták, hogy ez csalás, átverés, csapda. Visszaadja nekünk mindazt a gonoszt, amit rajta elkövettünk. Isten visszaadja, visszakézből adja. Itt vár. Ugye a hétágú gyertyatartó annak a jele, hogy Isten mindent lát. De nem egészen így, ahogy mi gondoljuk, hogy minden sarokból egy kamera figyel, és egy végtelenített szalagon rögzítik minden gonosz tettünket, és amikor majd az ítélet jön, és mentegetőzünk, hogy nem így volt, nem úgy volt, akkor Isten azt mondja, pillanat, kedves gépnél álló angyal, nyom meg a gombot. Voltam egyszer egy ilyen tárgyaláson, ahol egy rendőr tagadni próbált, hogy megvert egy hajléktalant, és a bíró azt mondta, hogy bocsánat, ott van egy letakart doboz, az egy tévékészülék. Beletette a kazettát, és ott láttuk, amint püfölte a rendőr a hajléktalan. Szóval azt gondoljuk, hogy valahogy Isten is így fogja annak idején majd az ítéletet lejátszani. József visszaadja, hát ha visszaadja. A lehetősége megvan,
És amikor Calvin Istennek erről az abszolút hatalmáról beszélt, akkor a valóságot mondta, mindenre hatalma van. Arra is, hogy eldöntse, hogy ki üdvözül, ki nem, és hogy egyeseket akkor se engedjen be, hogyha azok egész életükben Istennek tetsző dolgokat műveltek, mások meg akár milyen kötélrántók az emberek voltak, jussanak be. Miért? Mert ő úgy döntött is. Ki az, aki ezt megfellebbezheti, megtehetné. De nem él vissza a hatalmával. Ahogy József nem élt vissza a hatalmával. Hát, ha gyűlölni fog, lehet, hogy gyűlölte őket egy időben, de Isten meggyógyította őt ebből, és most már nem fogja gyűlölni őket, és nem fogja visszaadni azt, amit ellene elkövetek. Már 17 éve itt vannak Egyiptomban. 17 évet töltött el ott Jákob. És még mindig ott van a szívükben a gondolat. Pucolja ki Isten a szívünkből ezt a gondolatot. Ma legyen az első dolgunk csendben otthon. Ha minden mást elfelejtünk, mert nem tudtunk odafigyelni az ige hirdetésre. Ha minden mást elfelejtettünk, ezt ne felejtsük el, hogy hazamegyünk, és azt mondjuk, hogy Uram, tisztíts ki a szívemből azt a gondolatot, hogy hát, ha te mégsem vagy olyan kegyelmes, hát, ha nem bocsátottad meg a bűneimet, én hiszem, hogy megbocsátottál nekem, mert szeretsz, mert nem volt más gondolatod soha. Úgy szerette Isten a világot. Ez a szerette egy ilyen folyamatos múlt, amiben jövő minden, mint Isten neve, amiben a volt, van, lesz, van összetömörítve egy mozaik szóvá, nem mondjuk ki, mert úgy nem jelent semmit, meg minek mondjuk ki, aki volt, aki van, aki lesz, aki nem változik ebben sem, hogy örökké való szeretettel szeretett. Ezt a mondatot vésettem rá egy kis ezüst pohárra, amikor pár évvel ezelőtt Izraelbe mentem, lezárva azt a bűnbánati zarándoklatot, amikor minden vasútállomáson, ahonnan Auschwitzba vonatot indítottak, elhelyeztünk egy táblást, tartottunk egy bűnbánati istentiszteletet, akkor ezt végén elmentem, és Juli Tamér, akkori oktatási miniszternek átadtam ezt az ezüst poharat, bocsásd meg a te atyád fiainak vétkét és bűnüket, mert és bocsásd meg azoknak vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják. Ezt vésettem rá neki. Ugye az ezüst pohár, mint József fontos asztali kelléke, jelképes kelléke, és ez a mondat, amit az elmúlt 20 évszáz alatt elkövetett keresztény bűnökkel kapcsolatban ki kellett mondani, csak mondom Évának, hogy amikor hálát adunk, imádkozunk a szegény üldözött keresztényekért, ne felejtsük el, hogy ugye persze Kínában, meg Oroszországban, akikkel most sülve-főve együtt vagyunk, ott üldözik a keresztényeket, de nem csak őket, másokat is, kisebbségeket, mindenkit, aki kicsit más, és nekünk ugyanúgy fáj a szívünk a nem keresztény üldözöttekért is. És nem felejtjük el persze, hogy ez nem a keresztény bűnök, korábbi bűnök miatt van, tehát Isten nem azért bünteti a mostani kereszt, nem is bünteti őket, próbált. Enged rájuk, és használja őket, mint kivételes, bátor és alkalmas embereket a legszörnyűbb dolgok közepette. Pár évvel ezelőtt láttuk, ahogy kivégezni kísértek egyes szélsőséges államokban keresztényeket, narancssárga ruhában, borzasztó látvány volt, meg nem keresztényeket is, ahogy öldösték egymást, megveszekedett szörnyű emberek, magukból indulnak ki József testvérei. Tud-e vajon segíteni József nekik? Igen, eljönnek aztán személyesen is, leborul előttük. Leborulnak József előtt, ahogy ő ezt hajdan az álomban látta, de ahogy csak Isten előtt szabad, és József vigasztalja őket, avagy Isten vagyok-e, én ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy,
amint ma, hogy sok nép életét megtartja most annak okáit. Ne féljetek, eltartalak én titeket, megvigasztalt őket, és a szívükre beszélt. Mert mitől féltek leginkább? Nem attól, hogy agyonlöveti őket, hanem hogy azt mondja, hogy eddig tartotta az eltartás, a segítség, a kenyérnek a gondját eddig vettem magam, és hogy apánk meghalt, most menjetek, ti is szeregessetek, próbáljatok megélni valahogy, ahogy kapirgálnak a föld szegényei, akik morzsákra vágynak. Én sokszor gondolok fájó szívvel erre, amikor látom a vidéki szörnyű szegénységet. És többször el is mondtam, a hatalmasok felé is. Jézusnak ezt a példázatát a gazdagról és a Lázárról, akiket már az imént idéztem Ábrahám kebelével kapcsolatban, ami ölelésében ott van a szegény Lázár, hogy csak morzsákat akart, amelyek lehullanak a gazdag asztaláról, de a gazdag szórakozott azzal, hogy a kutyákkal versenyez a szegény Lázár, melyik tudja hamarabb elkapni a félig lerágott csirke combot és tovább rágni, vagy a lehulló kenyér darabkákat. Az olyan jó szórakozás volt. Olyan jó arra gondolni, hogy elvettük tőlük, és nem kell gondoskodni, nem kell, hogy a mentő kijöjjön, nem kell, hogy nyugdíjuk legyen, rendes nyugdíjuk legyen, nem kell, hogy meg tudják őrizni, amit eddig szereztek. Jobb lenne, ha nem lennének, ha hamarabb meghalnának, és ebben az országban nem 10 millió ember lenne, hanem csak mondjuk 6. Milyen jobb, mennyire jobb lenne, mennyivel több jutna akkor nekünk. Ez az emberi gondolat. És József azt mondja, hogy ne aggódjatok a kenyér miatt. Én eltartalak benneteket tovább is. Olyan hamar lelepleződik az ember szíve, aggodalma, hogy azt hiszi, hogy Isten szeretete időleges, hogy bosszút áll, és elsősorban ezzel fogja kezdeni, hogy nem jut elég kenyér. Mi lesz velünk? A forint leértékelődik még jobban, és hát a végén egy nyugdíjból legfeljebb egy doboz gyufát lehet majd megvenni, vagy a csirkefarhátat, ami egyébként nagyon finom, sok mondom, de hát nem lehet perspektíva az, hogy az ország egyik fele, a legfeljebb a püspök falatban reménykedhetők, meg a püspök süvegben, meg egyébben, akik osztják az észt. Szóval, hogy járultak őhozzá, leborultak, mint egy Isten előtt, de bárcsak azelőtt az Isten előtt borultak volna le, aki nagyvonalú, szeret és megbocsát, és elkezdtek volna ebben hinni, hogy van ilyen. Van olyan, hogy ti gonosz gondoltatok valaki ellen, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Mondtam az elején, hogy lehet, hogy némelyek fejében megfordult, hogy na hát ezt is nekünk köszönheti, hogy ilyen magas pozícióra jutott, mert ha nem adjuk el rabszolgának, akkor nem figyelnek ott fölre. És igazuk van egyébként, ők csinálták ezt. Ha nem így történik, sose jut József oda, és ők pedig soha nem élvezik ennek a gazdasági előnyeit. Ti gonoszt gondoltatok, de nem is tudtátok, hogy az a rossz, amit tettetek, valami csodálatos áldásnak az eszköze lesz. És még egy utolsó gondolat arról, hogy a hívő embernek a szolgálata mikor ér véget. És azt kell mondanom, hogy az Isten által elhívott hívő ember szolgálata nem ér véget. Vannak helyek itt Magyarországon is, egy időben így volt, hogy a papot palástban temették el. Annak jeleként, hogy nem lehet levenni, a halál sem veszi le a palástot az emberről, és talán arra emlékezve, hogy mikor Elizeus meghalt, eltemették, akkor még halála után is az történt, hogy a rablók elől hirtelen egy válságos pillanatban temetkező menet a halottat gyorsan Elizeus sírjába tette, és a halott feltámadt.
ez a bibliai történet is ott van, meg ez is, hogy valaki hosszú-hosszú időn keresztül egy oszáriumban, egy kis csontládában van ott közöttünk, a csontjai, csak a csontjai. Rég meghalt már. De van egy üzenet, hogy majd, ha Isten szabaddá tesz titeket, és szabadon hazamehettek, ha hazamehettek, akkor vigyetek el engem is, addig itt akarok maradni közöttetek. Így is, így is. Egy sír, vagy még csak nem is sír, mert nem lehet eltemetni egy koporsó, jelenti számukra a reményt és az életet, mert van, aki síron túl is szeret. Ahogy erről Jézus is beszél, ahogy az ő történetében ott az üzenet, amit így magyaráz az apostol, hogy ha vele együtt meghaltunk, akkor vele együtt fel is támadunk. Tehát össze van kötve az életünk. A síron túl is az élet felé mutat az is, ami földi halálunk az elfáradt, a megbetegedett, a szépségét vesztett, talán eszét vesztett, alkalmasságát elvesztett testnek a megpihenése, de nem ez a vég. Most nemrég temettem egy kedves férfit, itt volt a családja, az Ónodi Molnár Dóra édesapja volt ez, akinek a temetésén egy könyvből idéztünk, ahol a beszélgető társak, férj, feleség arról beszélnek, hogy igen, a halál elszakít családtól, szeretteinktől, de nem ez a vég. Nincs vége ott a történetnek. Egy átalakulás van, egy átmenet. És megbékélünk azzal a gondolattal is, hogy ha nem lenne, akkor is jó volt, szép volt. Szép volt igazság mellett kiállni, küzdeni, akkor is, ha elbuktunk esetleg benne. Mert Isten jót gondolt, és a folytatásban megvalósítja, ha velünk nem. De miért ne hinnők, hogy az ő szeretete a halálon túl se szakad meg? A szeretet soha el nem fogy. Az Isten szeretete soha el nem fogy a halálban sem. És mi lenne az a szeretet? Az nem olyan szeretet, ami arra késztet minket, hogy ápoljuk a sírt, ápoljuk, igen, rendben van, de ne feledjük el, hogy Isten ennél többet adhat, és többet fog adni ígérete szerint, mert az ő szeretete el nem fogy. Örök életet ad. A szabadság soha el nem múló boldog ígérete van József temetetlen csontjaiban, oszáriumában is. Egy fantasztikus feladat, amit aztán teljesítenek is Mózes második könyvében, Józsué könyvében van erre utalás, hogy hogyan temetik el családi sírboltban, azon a földön, amit Jákob külön részül adott Józsefnek, ahol eltemette József édesanyját, az ő szerelmét, Ráhelt. És ott helyezik végső nyugalomra a testet ezen a földön, de Isten, amikor az egész földet újjáteszi, belőlünk megmaradt egyetlen kis korompehely, vagy porszemecske, kristályszemecske maradt, abból ő rekonstruálni tudja és akarja a mi életünket. Nem kell aggódnunk, nem kell azt gondolnunk, hogy hát ha Isten azért mentett meg bennünket, hogy bosszút álljon rajtunk. Ó nem, legyen áldott az ő örökké való szeretetéért. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, örökké való Istenünk, köszönjük, hogy a
mi tanulságunkra írattak meg a Szentírás történetei. Köszönjük, hogy az igéden keresztül szólsz hozzánk. Mi sokszor magunkból, vagy mindig magunkból indulunk ki, és ezért rosszat feltételezünk másokról, vagy rólad is, de köszönjük, hogy annak ellenére, hogy te megengeded a nehézségeket, jót akarsz kihozni, mint ahogy látjuk ezt József történetében is. Köszönjük, hogy bízhatunk benned minden körülmények között, és nem a félelem akarjuk, hogy ez meghatározza a mi életünket, hanem a rád való figyelés és a neked való engedelmesség, a benned való bizalom, hogy te megkegyelmezel nekünk, hogy bátran kimondhatjuk, hogy vétkeztünk ellened, és te bűnbocsánatot adsz nekünk. Köszönjük, hogy te jóra fordítod a nehézségeket is, tanítasz ezen keresztül, formálj minket, és adj nekünk engedelmes szívet, ha tudjuk őszintén kimondani, hogy legyen meg a te akaratod. Áld meg így a mi életünket, kérünk. Amen. Amen. Helyünket elfoglalva a 308. dicséretet énekeljük, annak az első két versét, utána a gyerekeket kérem majd, hogy jöjjenek áldásra. Megkérdezzük Pétert, hogy valamit esetleg nem hozott-e nekünk, hogy bologad, akkor mi azt boldogan meghallgatnánk majd, és legyen úgy, hogy a gyerekek áldása után, akkor Péter jöjjön és játszon nekünk valamit. Aztán elmondom a hirdetéseket majd, és végül a harmadik verssel befejezzük majd az Isten tiszteletet. Jó? Akkor most a 308. dicséret első két versét énekeljük. Oh.
születésnapos Ildikónak adjuk itt, egy Vilmos nevű fiúgyermek esetleg. Áldjon meg titeket az Úr, és vigyázzon rátok, fordítsa felétek a kedves arcát, mosolyogjon rátok, üzenje a tekintetével, hogy megérti, szeret benneteket, és adjon békességet nektek, mint Sárának, Rebekának, Ráhelnek, Leának, mint Efraimnak és Manassénak. Mivel hogy az apák napi szolgálatomat szeretném most teljesíteni, és sajnos nem tudtam mit lenni a napján, emiatt, és ehhez a kedves testvéreknek annyiban kérném az együttműködését és a türelmét, mert egy olyan kompozíció hangzana el, amit talán már a könyökökön jön ki, de tudom, hogy második atyámnak ez a legkedvesebb Chopin darabja, hogy most ez fog elhangzani ennek ellenére, hogyha nem, ha kibírjátok még ezúttal. Thank you.
szívben ezt hálásan köszönöm, Péter. Péter is apa, mennyei atya is. Szeretettel hirdetem, hogy Isten tiszteltünk után, most, mint szoktuk, kis kávézásra összegyűlhetünk a gyülekezeti teremben, mindenkit szeretettel várunk, és meg akarjuk szemlélni Ildikónak a diplomáját, mert azért hozta, hogy bemutassa. Klárikát meghallgatjuk, hogy Amerikából jöttem az én híres mesterségem. Ugye? Volt egy ilyen játék. Nem lesz olyan rendkívüli dolog az előttünk álló héten, de szerdán bibliaóra, előtte szabadságima. Most már évek óta online megy ez, és általában bent a Dankó utcában szoktuk fölvenni ott a háttérben. Egy nagy képet lehet látni, hogy hajléktalan fekszik a parlament előtti padon, és a fenekét rossz irányba fordítja, mert a parlament felé kellene, de mindenesetre én ott ülök alatta, a fejem emellett, a nadrág mellett látszik, de össze is van kötve az életünk. Igazán. Szóval szerdán bibliaóra, és szombaton reggel 9 órakor a bibliaolvasó kör az Iskola utcában, ahová bárkit szeretettel látunk, ha csatlakozni akar hozzánk, meg azt is lehet online követni, bár néha olyasmiket is mondunk ott, amiről megfeledkezünk, hogy be van kapcsolva a kamera, már volt ebből kellemetlenségünk, nem is egyszer ráadásul, de hát azért életszerűnek életszerű az egész. Mindenkit szeretettel várunk ott is, ha valakinek erre ideje, kedve van, és már az egy hétre, Isten megsegít minket, akkor újra itt Isten házában, egymással való közösségben legyen áldott a jövő hétünk. Álljunk fel az áldásra. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen. Is átvehető ott a bejáratnál. A rajta lévő ár az önköltséget sem fedezi. Valaki be tud érte dobni valamit a persejbe, akkor jó helyre dobja. Tessék nyugodtan venni az újságból. Az is vihet, aki nem tud bedobni semmit.